Egyszerű volt a képlet, amennyiben nyernek a cápák, a harmadik helyen fejezik be az alapszakaszt. Jól is kezdett a házigazda, az első negyedet a kevesebb mint 2 másodperc alatt szerzett utolsó kosárnak köszönhetően 7 pontos vezetéssel zárták a nyíregyháziak. A második 10 perc a Vasasnak sikerült jobban, így 41-41-nél vonultak a nagy szünetre a csapatok. Fordulás után ismét hazai percek következtek, elkezdett nyílni a két csapat közötti olló, a negyedik negyed derekán már 20 pont is volt a cápák előnye. Végül 13 ponttal győzött Siska János együttese egy inkább harcos, mint szép mérkőzésen. Pontosan erre számítottunk, nagyon kemény védekezés volt mind a két oldalon, örülök annak, hogy tudtunk nyerni. A harmadik negyedben belerősítünk a védekezésbe, és úgy láttam volna, hogy a Vasas elfáradt a végére, és kintről elkezdtünk betalálni, és ki tudtunk harcolni magunknak előnyt, és meg tudtuk tartani ezt a végét. A vendégek edzője szerint a kiemelkedő teljesítmények hiányoztak csapatából ahhoz, hogy szorosabb meccset játszanak a hazaiakkal. Az első fél időben úgy gondolom, hogy a remek dobószázalékuk ellenére még tartottuk a lépést, és a második fél időre sajnos a mi palánk alatti kihagyott helyzeteink azért megbosszulták önmagukat. Tudtuk, hogy a Nyíregyháza itthon azért elég jó erőt képvisel. Közben félszemmel néztük ugye a másik mérkőzést is, a TF ellenit, úgyhogy most, hogy összekerültünk a rájátszásba, most már mondhatom, hogy úgy gondolom, hogy azért egy szórakoztató párharc lesz, mert mind a két csapat felkészített taktikailag, és úgy gondolom, hogy nálunk azért hiányoztak most extra teljesítmények. A mezőny legeredményesebb játékos a Nagy Krisztián volt, aki 29 ponttal járult hozzá a győzelemhez. Örülök, hogy ilyen sikeresen tudtam játszani, és ezzel, ha tudtam hozzásegíteni a csapatot a győzelemhez. A fautorány is megmutatja szerintem, hogy mennyire harcos volt a mérkőzés. Többször vezettünk 10 pont fölött, de a Vasas mindig visszajött. Mondhatni már a fault határon lévő védekezésükkel. Nagyon örülök annak, hogy meg tudtuk venni őket, és az eredmény nem tükrözi, de nagyon nehéz mérkőzés volt belülről. Illetve már most tudjuk az eredményeket, úgyhogy még kétszer ilyen mérkőzést kívánunk magunknak a Vasas ellen. A forduló további eredményei a következők: Győr Veszprém 74-105, Budapesti Honvéd Bonyhár 86-64, Miskolc Békés 108-72, Oroszlány MTK Török Bálint 90-49, Tehetséges Fiatalok PVSK 67-83 és Vásárhelyi Kosársuli Nagykőrös 67-90. Az alapszakaszt az Oroszlány nyerte 21 győzelemmel és 5 vereséggel, a 26-os mutatóval záró Veszprém előtt. A harmadik Nyíregyháza Blue Sharks 18 győzelem mellett 8-szor szenvedett vereséget. A két cápák a legjobb 8 közé jutásért a Vasasra vívnak 2 nyert meccsig tartó párharcot. Az első mérkőzés május 3-án lesz Nyíregyházán.